Siklódi Ferenc Linó Metszete kapta az aranydiplomát. Amerikaiak is énekelték Kodály egyik művét a belvárosi templomban. Táncra perdültek a négylábú kedvencek. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 Televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, jönnek a részletek. Az 5. kisgrafikai biennáléra végül 106 alkotást válogatott be a zsűri, ezek közül összesen 7 darabot díjazott. A legjobbnak Siklódi Ferenc Linó metszetét ítélték meg, ami innovatív megoldásával hűen tükrözi a kortárs szellemiséget. A 60-i galéria mindkét kiállító termét igénybe vette az a sok beérkezett alkotás, amit az 5. 60-i kisgrafikai biennáléra küldtek be a művészek. A zsűri végül 106 darab művet válogatott be, ezek láthatóak a galéria falain. A megnyitóra most is nagyon sokan voltak kíváncsiak, az érdeklődők a képeket elemezve járták be a termeket. A kiállítást Vasné dr. Tóth Kornélia művelődés történész nyitotta meg. A kisgrafika egy jóval behatároltabb műfaj, mint a galéria többi biennáléja. Van egy mérethatár, ez a 20x20 cm, aminek meg kell felelni, technikailag viszont szabad kezet ad a sokszorosító grafika határain belül. Magas nyomás, mély nyomás, síknyomásos eljárások és ezek keverékeit fogadták be. A legtöbben linómetszettel vettek részt a biennálén, voltak azonban innovatív megoldást használók is. Ez a grafika például rektorán segítségével készült. A zsűri végül 7 díjat adott ki. Az aranydiplomát Siklódi Ferenc alkotása kapta meg. Nagyon sok szempontnak kell megfelelni ilyen szempontból is, és hát a 4-tagú zsűri Siklódi Ferencet hozta ki aranydiplomásként, neki linó metszetei voltak, vagy láthatóak ezen a kiállításon, mind kvalitásban, mind megmunkáltságban, mind szellemiségben, innováció tekintetében, tehát a kortárs szellemiség megtestesítése szempontjából is mindenképpen megfelelt a Feri anyaga ennek a kritériumrendszernek. A biennálén díjazták még Börcsök Attila és Molnár Istú István műveit is. A megnyitó Mezei Rita zenei produkcióval működött közre. A kiállítás június 15-éig látogatható a 60-i galériában. Egyházzene határok nélkül címmel adta koncertet a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének hallgatói és tanárai. Az idei előadás különlegessége az volt, hogy egy amerikai együttes is becsatlakozott hozzájuk. Az esemény a Corelli 60 alapítvány szervezésében valósult meg. Johann Sebastian Bach D-moll koncertójával kezdődött a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének koncertje a Szent Adalbert plébánia templomban. Az idei előadás különlegessége az volt, hogy egy amerikai együttes is becsatlakozott hozzájuk vendégelőadóként. A Grace Kalich kórusa Chicagóból érkezett. Készültek egyebek mellett jazzzel, gospellel, és hazai zeneszerzőn Kodály Zoltán Esti dal című műve is felcsendült általuk magyar nyelven. Nagyon izgatottak vagyunk, mert szeretjük Liszt Ferenc Bartók és Kodály műveit, és most az ő hazájukba érkeztünk. A diákok tanulnak az egyetemen ezekről a zeneszerzőkről, és egy-két dalt magyarul is tanulunk. Ez egy külön színfoltja a fellépésnek. Nagyon örülünk és megtisztelő, hogy Magyarországon adhatjuk elő ezeket a műveket. A Zeneakadémia hallgatói is sokat készültek erre az estére. Fellépéseik anyagát igyekeznek mindig úgy összeválogatni, hogy változatos legyen. Gregorián dallamokat fogunk mutatni a legelején a koncertnek, és szépen megyünk előre az időben. Barokkzene, korabarokkzene és orgonamuzsika fog megszólalni, majd utána pedig átmegyünk és váltunk, lesz egy picike kis Mozart, utána
A romantikus repertoárból válogatunk, és végül megérkezünk a mai korhoz. Ez volt a harmadik alkalom, hogy megrendezték ezt a koncertet 60-ban. Az Egyházzene Határok Nélkül a Corelli 60 szervezésében valósult meg. Az alapítvány célja, hogy közelebb hozza a templomi zenét a hallgatósághoz. Hetedik alkalommal szervezték a Dodo Dog Dancing bajnokságot. A rendezvényen a kutyák és gazdáik látványos műsorokat és táncokat mutattak be, a legjobbak pedig elismerésben részesültek. Az eseményen többek között kollik, agarak és pulik is szerepeltek. Idén is megrendezték a Dodo Dog Dancing bajnokságot 60-ban, melynek most is a sportcsarnok adott otthont. A megmérettetés idén is népszerűnek bizonyult, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Olaszországból, Szlovákiából, Ausztriából és Csehországból is érkeztek versenyzők, valamint hazánkból is sokan jelentkeztek. Juhász Anikó, az esemény főszervezője kifejtette, hogy legtöbben border collie kutyákkal neveznek a versenyekre, azonban a kutyatáncra jóformán bármelyikebb képes, csak kellő szakértelem és türelem szükséges a tanulási folyamatokhoz. A hétvégén megrendezett programon például egy magyar agár is a színpadra lépett gazdájával. A dog dancing verseny trükkversenyekkel egészítettük ki, ahol nem kell konkrét koreográfiát bemutatni, hanem bármit bemutathatnak a párosok. A legnépszerűbb kategória a freestyle kategória, ott nincs megkötés, hogy mit csináljuk a kutyussal. A dog dancing bajnokságon a versenyzők történeteket mesélnek el a táncos produkciókkal. Emellett, mint ahogy az elmúlt években is, a fellépők nagy hangsúlyt fektettek a jelmezekre is, annak érdekében, hogy előadásuk teljes értékűvé váljon. Ónódik is Anna Mária, hovavart kutyájával érkezett a megmérettetésre. Elmondta, hogy az ilyen őrzővédő fajta ebekkel ritka esetben szoktak fellépni. Magyarországon például jelenleg az ő kedvence az egyedüli ilyen fajtájú dog dancing versenyző. Elég izgulós vagyok, úgyhogy ilyenkor azért oda kell figyelnem, mert a kutyám viszont kifejezetten érzékeny fajta, tehát ő abszolút leveszi minden rezdülésemet, tehát valamilyen szinten ezt az izgalmat kontrollálnom kell, hogy ő ne érezze rajtam azt, hogy borzasztó feszült vagyok, mert akkor ő maga is feszült lesz a ringben. Úgyhogy én ilyenkor próbálok nagyon pozitív lenni, élvezni az eseményt, megnézni más versenyzőket, és kicsit kilépni abból, hogy azért vagyok itt, hogy teljesítsek. A rendezvényen közel 100 versenyző vett részt, a produkciókat pedig a bírák művészi és technikai szempontok alapján értékelték. Gyermeknapra várja a családokat a hatvani önkormányzat a Kossuth térre május 26-án. A többi között vidámparkkal, kézműves műhellyel, aszfaltrajzversennyel várják a szervezők a gyerekeket és a szülőket. A színpadon pedig 11 órától kora estig változatos előadások követik majd egymást. Summer Warm Up Party lesz a hatvani sportcsarnokban május 25-én. A nyár köszöntő mulatságon DJ Roland pörgeti majd a lemezeket. Az esemény hölgyeknek ingyenes, az uraknak 2500 forintba kerül. Érkezni 21 órától lehet. Szerdán nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a délkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz, délután 20-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan alakulhatnak ki záporok, néhol zivatarok. A délkeleti szelet már több helyen erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21-27 fok között valószínű. Pénteken már nem lesz annyira kellemes az idő, többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar. Élénk, erős lesz a délkeleti szél. Napközben 18-27 fokra van kilátás.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. A Mesepercekben a Víziló, aki félt az oltástól című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a kommentárban Kozma Gábor, a DanceNet Egyesület elnöke beszél arról, hogy a 60-iak kijutottak az Európa-bajnokságra. Majd a 60-ikumban a pedálkerékpár szaküzlet és szervizt ismerhetik meg. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihírlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!